Szóval hát az élménye az, hogy tényleg csodálatos volt, és az, hogy ennyire közösen tudtunk együtt működni. Ja, ez sok, oké. Okay. Nagyon jó volt, adom. Nincs kétségem, hogy téged mindenki szívesen. Annyit, persze. De jó volt ez, igen, remek. Életem legjobb döntése volt, hogy ide jöttem, vagy ide keveredtem, nem is tudom, hogy. Csodálatos volt látni az előadást, azért azt a rengeteg sok kelléket nem nagyon lehetett, mert a színészek úgy fogták, hogy a ruhájuk mögött volt. Jó lenne, hogyha egyszer hátulról is forgatnák az előadást, akkor látnák meg, hogy miről van szó. Nagyon szerettem a színészeket, akkor is szerettem, és igazán nagyon jól éreztem. Neked milyen az időérzékek? Jó. Nem tudják, mert hiába kutatnak az emlékezetükben. Nem színésznő az Évi, hanem egy csodálatos... Néha az is. Jó alakításra egy mondta. Vannak alakítások. Én is nagyon örülök, hogy megnéztem, mert nagyon sokat nem láttam én az előadásból, ugye hátul voltunk a takarásban, tehát csak a próbákon láttam, előadásból nem láttam, így most előbb megnéztem az egészet folyamatában, hogy milyen fantasztikus volt a Kelly, például óriási meglepetés okozott nekem, meg a többiek mindenki, és még egy mondat, hogy ezt ma úgy hívják, hogy csapatépítő tréning. Ez egy csapatépítő tréning volt. Nem kevés, 4,5 hónapig próbáltok, illetve annyit, hogy a Dömelyből 3 hónapot ott ült a büfébe, és írta, mi meg ott a jól éreztük magunkat, és 1,5 hónap nagyon intenzív próba volt. Hát ez a csapat az volt, azt hiszem, össze is állt ennek 10 éve. Hát sajnos mi most nem tudtuk újra nézni, csak itt a végében estünk már bele. Hát az önmagában egy óriási élmény, hogy 10 évvel ezelőtt hogy néztünk ki, mi így csináltunk. Tehát azért van változás, már van, akin egyáltalán nincs, és amire nagyon emlékszünk szerintem, tehát ez annyira egy örömteli, boldog időszak volt, és annyira az egész csapat, mindenki, a színház összes dolgozója, tehát ez együtt tényleg egy nagy csapatmunka volt, erre emlékszem a legjobban, és hogy marhára élveztük, nagyon jól éreztük magunkat, és hogy akkor tényleg minden csodálatos volt. Én arra emlékszem, hogy rettenetesen izgultam minden jelenés előtt, és nem bíztunk, vagy én nem bíztam a hívóban, tehát mindig előtte lementem egy 20 perccel, és minden színpadra lépés előtt bemelegítettem. Ez nagyon fura, nem, a színészek nem melegítenek be ilyenkor. Én valamire ennek szükséget éreztem. Lényeget nem mondott Dávid, hát az, hogy ők akkor növendékek voltak, igen. Most pedig ott van a babakocsikba. Ja, igen. Igen, tehát hogy igen, a Fannival akkor... Szerintem az első szerelmes párja voltak. De nem, de ennél sokkal bonyolultabb a sztori, de igen, tehát a végig az, hogy feltett 10 év, és akkor most ott a baba. Hogyha akkor most mondjuk a premieren azt mondják, hogy nektek pont egymás kezét fogtuk a... Most látom a Tapsennél, hogyha azt mondják, hogy nektek 10 év múlva itt majd betoljátok a gyereketeket, tehát nagyon néztem volna. Igen, én is. Én padlásoztam, és piszok szar volt ma este azt énekelni ott lenn, hogy nehéz, nehéz, sok hosszú év, nagy súly a vállamon, nehéz. Ez elég szar volt most lenni nekem. Nekem pozitív csalódás volt, és örömmel láttam azt, hogy ahhoz képest, hogy 10 év eltelt, nem is vagyunk olyan öregek. Na, akkor azok. Szóval én nem láttam ezzel kapcsolatban, nem tudok mit mondani. Ami megmaradt, ami a legfontosabb számomra most, ami eszembe jut, az a szabadság érzet, amit akkor éreztem. Ami egyrészt a játékos kedvű ember szabadsága, a művészi és az állampolgári szabadság együtt. Nagyon ritka áldott pillanat. És még azon gondolkodom most, meg fogom nézni majd az előadást, meg van DVD-n, csak még nem tudtam rávenni magam, hogy megnézzem, hogyha jelen pillanatban ma nyílna egy színház, akkor ezt a darabot be lehetne mutatni. Ez csak egy ilyen kérdés, de meg fogom nézni a darabot, és megválaszolom magamnak. Ami a múltat a jelennel összeköti,
az, hogy pogácsa még most sincs. Hát nem tudom, szóval az az igazság tényleg nagy meglepetés volt számomra, hogy ez ilyen helyes előadás volt. Én igazából ami próba folyamat alatt egyáltalán nem voltam örömteli. Mondhatnám azt, hogy rettenetesen rosszul éreztem magam. És de aztán végül is jól sült el. Ami csodálatos, az a Bodor Johanna munkája volt, és a Döme. Döme nélkül ez nem született volna meg. Tehát a Döme tehetsége hozta ezt össze, az egész az ő ötlete volt valahol, és azt látták biztos azt a jelenetet, a boszorkány égetést, amit fordítva csináltak a kollégáim. Tehát, hogy minden szó fordítva volt, és fordítva mozdultak. Tehát az egész zseniális volt. Meg ami zseniális volt nekem, hát a Sodri, vagy Bodri Jóska, Sodri Jóska, tehát a Kálmán-Szennyi, Zoli és az Évi jelenete, szépen tudjuk, hogy igazán haknizhattak volna a retézére keresztül. A világhírű Sodri. Hát én csak annyit, hogy én sokkal rosszabbra emlékeztem. És akkor meglepetés, hogy talán az idő miatt, hogy eltelt csak idő, meg az, hogy Szombathelyi a történet, de nem, talán mint előadás is. Most már úgy látom, hogy működött, vagy működik. Tehát most már tetszett. Akkor este abban egyeztünk meg, hogy előadás után nem öltözünk át, hanem mindenki marad a jelmezékben, és úgy találkozunk a nézőkkel. És emlékszem, hogy ugye én Claudius császárnak az öltözetében voltam, és hát ahova a király is csak jár. Elmentem, és keresgélek ott a tunikám alatt. És olyan vidám, jókedvű, önkormányzati képviselők jönnek be, sorolnak be a WC-be. És úgy nem tudom így név szerint, hogyha kérdezik, hogyha kínoznának tüzes vasra, se tudom, hogy már kik voltak. De olyan derűse jöttek, és azt mondták, jól megkaptuk a pofánkra, igaz? És olyan jó lenne most is ilyen hangulat. Jó, hogy említetted a jelmez kérdést. Én most nem láttam az előadást. Robi annyit mondott a folyosón, mikor én még... Legnagyobb azon rögtön, hogy én hogy néztem ki. Ha felidézem, mai napig nem hiszem el, hogy én akkor hogy néztem ki. Ez az egyik, ami eszembe jut. A másik az egy hihetetlen, megdöbbentő jó érzés volt belecsöppenni a színház világába, hogyha lehet ilyet mondani. Vadonatújoncként, teljesen egy család, nem tudom, mint egy nagyon összekovácsolódott közösség, úgy működött az első pillanattól ez a társaság. És a harmadik, ami meg így belevillant a fejembe, az hogy régen, ahol most van a művészbejáró, ott volt a kelléktár, abban a kis beugróban, annyi volt a kelléktár, és ami a mai napig megmaradt a fejemben, hogy akkor meg lehetett dohányozni, és a tűzjelző készülékre volt felkötve az öngyújtó. A kemélyes Egy mindenképpen hasznos volt, hogy megjegyeztem, hogy mi Szombathely irányító száma. És azóta is sokszor jól jön. Fantasztikus volt tényleg színházat alapítani. Tehát voltam már társulatokban, ahol friss társulat kezdett egy évadot, de az, hogy egy teljesen új városban, tehát hogy a város nem új is, nagyon régi. De hogy színházat csinálni, ez fantasztikus volt, és a Dömével, és tulajdonképpen ez a kreatív munka, hogy ezt tulajdonképpen mi írtuk, persze főleg a Döme, meg az Egres Üzemi, de azért mi is hozzátettük a magunkét. És hát tulajdonképpen most ez nem pont a bemutató, mert arra nem biztos, hogy a fájlok megvannak pontosan, de az, hogy nem egyszer, nem kétszer volt standing ovation, tehát azt azért én még nem nagyon tapasztaltam, hogy állunk a színpadon, és a nézők állnak is. És egy közös ünnep, tehát azt ünnepeltük, hogy valami itt létrejött, és ez csodálatos volt.